Szent István térre élve egy nagyon szépen felújított épület elé érünk. Mi volt ez egykoron? Hajdan a vadászkürt szálló monumentális épülete, felújítva ma is impozáns századelei arcát mutatja. Ennek a helyén egykor Rudnyánszky kastély állt, amelyet azonban már hiába keresnénk a nyomait, esetleg az alapoknál, az egykori hangulatpresszó pincéjében még felfedezhetjük az épületnek az alapjait. Mit tudunk báról Rudnyánszky imáról? Egy Nyitra megyei régi magyar báró családnak a sarja, és a feleségével, Dőri Annával lakták ezt a kastélyt itt a főtéren. Tudjuk róla, hogy 48-as huszárszázados volt, és ezután a bukott szabadságharc után őt besorozták, kényszer sorozták a császári seregbe. Miután ezt letöltötte, megnősült, és a paksi birtokain gazdálkodott, itt igazgatta, és itt laktak ebben a épület helyén állott kastélyban. Báró Rudnyánszkyváról tudjuk, hogy nagyon művelt báró volt, több mint 1000 kötetes könyvtára volt, és nem véletlen, hogy a paksi olvasókörnök is ő volt az elnöke. Emellett a megyei lótenyésztési bizottságnak és a Honvéd Egyletnek is elnöke volt, felesége pedig a megyei nőegyletnek volt az elnöke, nagyon nagy társasági életet éltek ők. A feljegyzések szerint Dunapartra kifutó gyönyörű kertjük volt. Igen, a kastély mögött egy szép ligetes kert volt, ez azért is volt ez a sétatér érdekes, ugye, hiszen ekkor még a Dunakorzó nem létezett, a gesztenyefákat még nem ültették el, és sorra alakultak itt a Dunaparton, létesültek fatelepek, ezek szorították össze a sétatereket, és ennek a kastélynek a kertjében történt az 1867-ben, amikor Perczel Mór honvéd százados hazatért száműzetéséből gőzhajón tartott Bonyhád felé, akkor itt köszöntötték őt, és Rudnyánszky Iván régi harcostársának nagyon szívesen engedte át kertjét és filagóriáját ennek a köszöntésnek. Mi történt a kastéllyel a báró halála után? 1888-ra a család Torna megyei ága oly mértékben eladósodott a kifizetetlen váltók miatt, hogy pénzé kellett tenniük a birtokaikat. A szőlőjüket már 1886-ban megvettek Rammer Nátán, majd a halála után, Rudnyánszky Iván halála után a felesége özvegye volt, aki a paksi birtokokat is eladogatta, és ezt a főtéri házat pedig Szente Károly tengerici gazdatiszt vásárolta meg 1889-ben. Sikerült megmenteni a kastélykertet, vagy ez is martalékká vált? Igen, sajnos a kastélykerttel az történt, hogy Grünwald Salamon, a paksi ortodox zsidó hitkösségnek az alelnöke, egy sikeres építőipari és fakereskedő vállalkozó volt, aki terjeszkedett itt a kertben, és kivágatta, engedélyt kapott, hogy létesítsen egy fatelepet, és fokozatosan kivágatta ezt a szép kertet. Daróczi Zsiga helyi lapkiadó éles kirohanást intézett ez ellen. Már akkor is ugye a fakivágások érzékenyen érintették a lakosságot, a közvéleményt. Nem véletlen, hogy az újságban ilyen címmel jelent meg cikk, hogy vandalizmus Pakson. Ugye már a májusi szellő hiába fogja keresni ezeket a szép régi fákat, hiszen itt újabb épületkereskedés nyílt. Azért is érdekes, az előjáróság szabályozta, visszaszorították, próbálták a sok tűzeset miatt a náttetős építkezést. Emellett kimondták, hogy a fatelepek minimum 40 méter távolságra lehetnek a lakóházaktól. Itt viszont a Dunaparton már egymás mellett három ilyen fatelep is működött, nevezetesen a Tegzes, a Bun és a Schwarzféle fatelep, és még a Grünwald is engedélyt kapott, és ez már így egy kicsit kiverte a biztosítékot a közvéleményben is. Visszakanyarodva az épület történetéhez, ott tartottunk, hogy 1889-ben egy tengerici gazdatiszt vette meg. Igen, nem tudjuk, hogy Szente Károlynak milyen tervei lettek volna itt a Rudnyánszky kastély
illetve fogadóépülettel. Azt azonban tudjuk, hogy újságcímekből, hogy egy meglepő dolog történt a millennium évében 1896-ban. Megörült a gazdatiszt, tudósít a korabeli lap bennünket, hogy Zichy Miklós császári és királyi kamarás gazdatisztje Szente Károly megörült, miért is rokonai Tébolydába szállították. Ezt követően felmerült az is az elöljáróság részéről, hogy esetleg lebontják ezt a romos fogadó épületet, és egy a Dunapartig terjedő piaszteret alakítanak ki. Végül dr. Stern Miksa fogorvos jelentkezett és megvette ezt a romos fogadót, felújította, és vendéglő a vadászkürtöz néven megnyitotta ezt az épületet újra. Már csak egy talpra esett vendéglátós kellett, hogy felfuttassa ezt a éttermet. Igen, és ekkor bukkan fel Sajer Miklós paksi borkereskedő, aki már a századfordulón országos lapokban hirdette a borait eladásra. Későbbi hirdetésekben látjuk, hogy bezárt vendéglátó egységeknek a berendezéseit kereste megvételre. Ebből is gondoljuk, hogy készült valamire. Végül 1904-ben egy újságcikkben, hirdetésben vázolta, hogy megnyitotta, és ő maga vezeti a vadászkürtöz címzett vendéglőjét, ahol nagyon finom paksi borokat, erdélyi desszertborokat, söröket kínálnak, mérsékelt áru szállást is igényelhetnek a betérők, illetve a nyári mulató helyiségében Bicskei Ferkó cigányprímás húzza a talpalávalót. Amúgy Sajer Miklósról tudni kell, hogy egy köztisztelben a személy volt itt Pakson, amellett, hogy képviselőtestületi tag volt, megyebizottsági tag volt, a községi iskolaszéknek is gondnoka volt, és amikor 1910-ben elhunyt, 6000 koronát hagyott a paksi szegényekre. Az örökösök megbízták utána, hogy a eladatlan Riesling borait az akkori városbíró Flórián István segítségével értékesítették. Majd megérkezett a szomszédos fakereskedő Grünwald Salamon. Igen, aki már itt a szomszédban, ugye beszéltünk róla, Grünwald Salamon volt, és akkor ő ezt megvette, ezt az épületet bérházzal alakította, nem akarta az Erzsébet szállóval konkurálni, és így különféle vállalkozások telepedtek meg az épületben, modernizálta a gőzfűrész telepét, volt is miben jól menő kereskedő vállalkozó volt, sorra nyerte a korabeli közbeszerzéseket, az árlejtéseket, akár holtágakat összeköltő zsilipépítés, vagy közúti hídépítés volt, vagy a Györkönyi községházat Grünwald cége építette, ebből tudta modernizálni, és amikor leégett a 1910-es tűzvészben, itt volt egy nagy tűzvész a főtéren, akkor majdnem a fatelep is megsemmisült, az épület látta a kárát, ezt azonban akkor felújította, és valószínűleg ezt a hármas tagozású oromzatát, homlokzatát akkor nyerte el az épület, ezt a tölgyfaágas, makkos díszítést akkor kapta az épület meg. Ez 1910-es évektől már így nézett ki a képeslapokon is az épület, és a különféle vállalkozások telepedtek meg benne. Tudjuk, hogy Reiter József ékszerészeti dobozgyára működött benne, a Paksi Közgazdasági Banknak volt itt egy fiók irodája, valamint Rosenbaum Miksa könnyomdája is itt működött az épületben, illetve még egyéb kisebb vállalkozások is. A paksi mozit is ide telepítették át az Erzsébet szállóból a későbbiekben. Grünwald Salamon szekere mennyire ment jól? Ezek szerint akkor jól ment? Jól ment egy ideig. A 1913 tavaszán történt, hogy csődöt jelentett. Némileg a sorsa hasonlóképpen alakult, mint Bun Gusztáv és a paksi takarékpénztár bukása című történet, ugyanis elkezdték árverezni a fűrésztelepnek a berendezéseit, aztán úgy volt, hogy nyára sikerül kiegyezni a hitelezőkkel. Végül ez a pénzügyi instabilitás, ez megingatta a paksvidéki takarékpénztárt is, és nyáron a Mádi Kovács István bankelnök össze is hívott egy rendkívüli közgyűlést, ahol külön napirendi pont volt a Grünwalddal kötött ügyletek, kölcsönügyleteknek a vitás kérdései, és a vezérigazgató Rabinek Pál volt, akit a vádlottak patjára küldtek ez miatt, sikkasztás és csalás vádjával, karácsonyra le is tartóztatták, végül azonban őt fölmentették, és Grünwald Salamon volt, aki 8 havi fogházat kapott. Az 1960-as évektől itt óvárosi társasági élet zajlott. Mi minden működött még ebben az épületben? Igen, itt volt a korabeli paks társasági életének a központja, és ebben az épületben is több minden. A kultikus hangulat presszósöröző működött itt sokáig. Emlékszem, hogy még a fagyis is működött, az ablakon keresztül az utcáról is lehetett itt fagyit vásárolni, valamint a híres Duna mozi, ami itt működött. Én is a 80-as évek végén itt voltam először moziba Pakson, aztán korábban a paksi építőipari KTS-nek is volt itt székhelye, a Marx tér, akkori nevén Marx tér 10 szám alatt, úgyhogy sok minden működött. A rendszerváltást követően zajló privatizáció során gazdát cserélt az épület,
és 1996-ban a híd gyülekezete által egy nagy felújításon esett át, és azóta ilyen díszes, egységes képet mutat az épület. Most jelenleg mi működik benne? Jelenleg is többféle vendéglátóhely is működik, a híd gyülekezetének a terme működik benne, és hát a szomszédos épület felújításával egy erősíti ezt a korabeli történelmi hangulatot itt a Szent István téren.